Sziasztok! Újvári Bence vagyok, és el is érkeztünk a harcsázó végszerelékeket bemutató videónk második részéhez. Amennyiben ez érdekel, akkor gyertek és tartsatok velem! A második rész miről is fog szólni? Ez egy emelt fenekezős végszerelék lesz. Felkínálható itt kanadai giliszta, esőgiliszta, iszapgiliszta, nadály. Én nadállyal alkalmaztam sikeresen. Egyébként tavaly a leveleki harcsafogó versenyen nagyon szép eredményeket értem el ezzel a módszerrel, szóval készítsük is el. Egyébként itt ragadnám meg a szót, hogy láthatjátok, hogy ez az upóz, ez egy 15 g-os ilyen szivacsos upóz. Ez elég viseltes, használt. Én minden évben, amikor vége van a szezonnak, akkor ezeket a végszerelékeket szétvágom, és mint láthatjátok, hiába adott jó pár halat, egy-egy pici sérülés leszámítva semmi baja nincsen, szóval egész nyugodtan fel fogjátok tudni használni. Ez biztosan fog kelleni hozzá, ezen kívül fog kelleni 2 darab 7x0-ás power hook. Egyébként idővel tapasztalni fogjátok, hogy a legtöbb végszerelékemet ezzel a típusú horoggal készítem el. Nekem tökéletesen bevált. Ebből fog kelleni 2 darab. 100-as Blackcat monofilból fogom elkészíteni a végszereléket. Első lépés, levágjuk kívánt előkehozt. Most erről a módszerről azt tudni kell, hogy amilyen hosszú előkét levágunk, vagyis zsinort levágunk, az lesz a maximális felkínálhatási mélység, vagy magasság, inkább magasságnak ejtenél. Tehát amit itt levágunk, az fontos, hogy attól feljebb a vízrétegben már nem fogjuk tudni felkínálni. Tehát erre figyeljetek oda, de majd a későbbiekben teljesen érthetővé válik, hogy miért is mondtam ezt. Első lépés, hogy kötünk a zsinór végére egy horgot. Én ezt az egyszerű, klasszikus horogkötést alkalmazom. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 és 9. Amire nagyon figyeljetek, hogy szép szorosan egymás mellett legyenek a szemek. Ezután meghúzzuk a kinmaradt zsinort. Ilyenkor összeugrik a kötésünk. Beigazítjuk a helyére. Itt fogjuk jó erősen meghúzni. Többször is ellenőrizzétek ezt le, jó erősen tépjétek meg a kötést. Majd ha megvan, én egyelőre nem szoktam levágni, hanem jön egy darab kötésvédő. Egy ekkora darab bőven elegendő lesz. Ezt szépen ráhúzom a zsinórra. Jó alaposan benyálazom a kötést, illetve a horgot. Ilyenkor azért, amikor eszembe jut, hogy tavaly ezen a horgom hány nadály volt, hány harcsa szájából lett kiakasztva, akkor kicsit elszörnyűködök, hogy én ezt mégis itt nyalogatom. De hát így lesz immunrendszerünk. Szépen felhúztam a horogvédőt, vagyis kötésvédőt, itt próbálok magamnak egy segítséget csinálni, mert persze fogó az most nincs itt a kezem ügyében, és nézzétek el nekem, itt szerencsétlenkedek, de hát most valamilyen célszerszámot felhasználunk, úgy. Jó alaposan meghúzzuk, eligazítjuk itt a kötésvédőnket.
Láthatjátok, hogy jó hegyes még a horog. És ezután, ezért hagytam ezt itt, ezután fogom levágni a felesleges zsinórrészt, és leégetni a zsinór végét. De most nem látom itt az öngyújtómat. De nem baj, majd ezt később is meg fogjuk tudni tenni. Tehát az első kötésünk elkészült. A következő lépés, hogy felhúzzuk a másik horgot a zsinórra. Szépen innen bevezetjük a zsinort. Majd jön még egy kötésvédő gumi, ami most egy picit hosszabb lesz, mint az előzőnél. Körülbelül kimértem ezt a távolságot, ezt itt levágom. Majd felhúzom. Ebben az esetben is megnedvesítem a horog szárát. Felhúzom a gumit. És ezt úgy állítom be, hogy a horog vége az teljesen takarásba legyen, és teljesen ide ráhúzom az előző horoghoz. A következő lépés, egy pici gumigyöngy. Így. És a következő lépés jön, ez a 15 grammos upóz. Eddig így nézünk ki. Következő lépés, megint felrakunk egy kis gumigyöngyöt. Ez az. Majd jön, imádom ezt a gumiütközőt, mert ilyen vastag, százas monofilnál is tökéletesen működik. Szépen ebből egy darabot felhúzok az előkémre. Ez fogja rögzíteni a mi upózunkat. Itt is egy picit megnyálazom. Jó alaposan, jó erősen meghúzom. Felhúzom a gumi ütközőig, majd a fölösleges dinor részt levágom. Így. Ez így az előkehoztól függően fog a fenéken állni. Azért raktam két viszonylag nagy 7x0-ás horgot, mert ha mind a kettőt jó alaposan megtűzöm puhatestű csalival, akkor egy nagy, pulzáló, brutális csokrom lesz. Jó? Haladunk tovább. Jön egy újabb kötésvédő. Körülbelül ilyen darab tökéletes lesz. És jön egy forgó. Ez egy 3x0-ás forgó. Következőképpen fogom megkötni. Átveszem a zsinóron, vagyis ezen a fülön, bocsánat, szemem. Átveszem még egyszer. Utána az így képződő karikán még egyszer. Beállítom ide az én forgómat. Meghúzom, de nem teljesen, hogy legyen itt egy ilyen kis szemecske. Majd ide képzek egy fület. Ezt egyszer megtekerem, és visszaveszem itt a forgómat. Így. Így képződik egy ilyen 8-as kötésem
amiről azt kell tudni, hogy ha laza, akkor szétjön, viszont minél jobban húzza a hal, annál jobban szorul. Látjátok? Ezután az előre felrakott kötésvédőmet ráhúzom. Itt is egy kicsit megnyálazom. És csak annyira húzom föl a kötésvédőt, hogy ez a kis szem itt megmaradjon. Majd itt kötésvédő végétől egy ilyen fél centire elvágom a zsinóromat. Sajnos ugye nincs itt az öngyújtóm, de ezt a részt is itt kuposítom minden alkalommal. Így fog kinézni az elkészült előke. De akkor szereljük is fel a botot, és utána megmutatom egyben. Itt van a főzsinórom vége. Ide ráhúzok egy szívumot. Persze ez nem megy mindig elsőre. Ahogy. Megint csak jön egy gumigyöngy, ami a kötésünket hivatott védeni. Éve. És a megkötött előkénket szépen felkötöm a főzsinórra. Próbálom mutatni egy egyszerű csomóval. Ezt itt 9-szer átveszem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Szépen visszafűzöm ebbe a kis szembe. Oké. Majd ezt visszabújtatom. Szépen lazán meghúzom. Megnedvesítem. És jószorosan meghúzom. Majd szépen ráhúzom ezt a kötésvédő gumigyöngyöt. Elvágom. És az így maradt zsinort majd engedelmetekkel a felvétel végén megégettem egy kicsit, hogy itt kialakuljon egy göb. Időközben megtaláltam itt az öngyújtómat, csak figyelmetlen voltam, tehát egy picit arra térjünk ki. Tehát szépen az itt lévő zsinór véget, mint látjátok, megégetem. És kialakul itt egy ilyen szép kis görcs. És ez meggátolja a monofil zsinórunkat abba, hogy ki tudjon oldódni a kötés. Illetve itt is megismételem ezt. Hozzáteszem, hogy az elmúlt immáron 17 évvel, hogy harcsázom, ez soha nem történt meg. Ez csak egy ilyen biztonsági óvintézkedés. Illetve itt is megtesszük még ezt. Feltéve, ha az öngyújtó is akarja. Akarja. Égyni. Teljesen össze is állt a végszerelék. Én ezt egy ilyen grippaólommal oldom meg. Nem szoktam kövezni, nem szoktam viakolort rakni. Van egy ilyen grippaólmom, és akkor lássuk a teljes végszereléket. Hát ez így szépen fekszik a fenéken, és ahogy az elején mondtam, a megadott előke hosszal fog ez itt egy brutális puha testű csokorral lebegni nekünk. Ez most, mint látjátok, hogyha ezt így kinyújtanám teljesen a kezemet, amit most így nem tudok, akkor ez egy körülbelül egy olyan 80 centi, 1 méteres előke lenne. Ez bármikor egy kötés, tehát elvágom, kötök egy rövidebbet, fogom tudni állítani, illetve esetleg nem akarom elvágni az előkét, akkor egész egyszerűen, ha nem feszítem annyira be a botot, engedek zsinort, akkor akár még magasabb vízmélység, vagy vízmélységbe igen, fel tudom kínálni a csaliaimat. Ez nekünk annó leveleken nagyon jól
adta a halat. Mind a két horgot jó alaposan megpakoltuk nadállyal, és egyébként itt az alatta lévő upósz jó alaposan bearomáztuk mindenféle büdös cuccal. Így próbáljátok ki ezt a végszereléket, remélem, hogy tetszeni fog nektek. Aztán, hogyha sikert értetek el, akkor légy szíves, osszátok meg velem is. El is érkeztünk a videónk végéhez. Amennyiben szeretnétek, hogy legyen még ilyen tartalom, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok föl, és találkozunk a harmadik részen. Sziasztok!